Boxról lesz szó. Mi nagyon szeretjük az ökövívást, hisz férfi a sport, és nagyon szeretjük a jó híreket, és most egy nagyon jó hírt tudunk önökkel megosztani. Egy nagy magyar bajnok született, aki leverte az olasz bajnokot, és bekerült Európa 10 legjobb profia közé. Gáfi András, köszöntsük a stúdióban is, és természetesen a képernyő előtt is. Az udvariatlanságomat remélem Laci bácsi megbocsátott, hisz ő a jövő, és sajnos, de hála Istenek, te vagy a múlt, amire borzasztóan büszkék vagyunk. És háromszoros nagy olimpiai bajnok voltál, Európa profi bajnok, és elhoztad azt az övet. Miért hoztad el az övet, amit megkaptál a szövetségtől, hogy te vagy a világ legjobb profi boxolója, bár nem vívhattál meg? Megkaptam, hát gondoltam, hogy meg kell mutatni. Megmutattuk, és én úgy gondolom, hogy a Gáfi Andris lehet az a nagy bajnok jelölt, aki valóban a derekára kötheti. Orba is vágom, ha nem azt csinálja. Megtennéd azt, hogy most előlegben a derekára tennéd ezt az övet? Kedves nézőink, kedves gyerekek, ezt az övet kapja az, aki a világon a legnagyobb a profik között. Ez a világbajnoki aranyöv, amit a Tyson kapott meg, Muhammad Ali kapott meg, és reméljük, hogy ez a játék, amit most mi eljátszunk, ez valósággá válik egy-két éven belül, mert ez az öv azt jelenti majd, hogy nekünk, magyaroknak is lesz minden idők legjobb világbajnok profia. Andris, ehhez sok sikert kívánok, és ez természetesen Serez Zoltán is szükséges, aki az elnöke ennek a klubnak. Hogy találtál erre a gyerekre? Annak örülünk, hogy mind nevelhetünk ez a srác, tehát mi tanítottuk, mi oktattuk, mi adtuk a mestert mellé. És ahhoz, hogy most egy európai címmeccset játszom, arra lehetőség, hogy a Holmesnak a boxcenterébe Amerikába kimehessünk júliusba. Tehát a Holmes, ugye, mint tudjuk, ez egy profi világbajnok, és ő fog foglalkozni a gyereke. Most viszont Budaházi Attila az edzője, és mikor láttad meg azt a fantasztikus tehetséget, Andrásba, amitől ugye ma már 10 meccsből azt hiszem 9-et kiütéssel nyert. Mikor lejött először edzésre, akkor mindjárt az elején vetkeszült, és nagyon jól mozgott, és össze is súgtunk edző, hogy nagyon jó anyag. Kicsit idős volt, de tulajdonképpen ez nem hátrány. Idős vagy nem idős, most a gyereknapon mégis megünnepelünk, mert a profi boxban gyerek vagy még, de hagyd mutassuk föl ezt az övet, a Magyarország középsúlyú bajnoka érmét, amelyet a Hiltonban pénteken tettek a derekadra, mégpedig úgy, hogy legyőzted az olasz bajnokot kiütéssel. Igen, hát egy eléggé szoros meccsen, az elején szoros meccsen, aztán a negyedik menetben sikerült a olasz srácot kiütnöm. Egyszer eltalálta a srácot. Egyszer eltalálta, és az éppen elég volt, úgyhogy én sok sikert kívánok a továbbiakban is nektek, és szurkolunk a Halóvasár nevében, hogy nagy bajnok legyél, és ti pedig segítsétek őt, Laci bácsi, Zoli, és te az edzője. Most pedig a gyereknek alkalmából az unokáknak hagyj küldjünk egy-két játékot, Laci bácsi, úgyhogy őrőlük sem feledkeztük el. Reméljük, hogy nézik ezt az adást, és reméljük, hogy ezen a gyereknapon, bár esik az eső, nincs jó idő, ezekkel a játékokkal majd nagyon jót fognak játszani. Ilyen és ehhez hasonló autókkal érkeztek az érdeklődők a Hiltonba pénteken este egy nagy nemzetközi profi box mérkőzésre. Ebből talán látszik, hogy a profi box nem csak sport, hanem üzlet is. A mai este egyik legnagyobb ígérete vagy. Hát, reméljük, úgy van. Milyen a lelki állapotod? Hát, kiegyensúlyozott, kicsit jobban izgulok, mert címmérkőzésről van szó, de úgy jól érzem magam. Serez Zoltán, a Trezor Profi Box Klub elnöke. Milyen felkészülés előzte meg a mai mérkőzést? Nagyon magas szinten lett az Andris felkészítve, már csak azért is, mert a Pap László személyesen foglalkozott vele. Ezt mindenki tudja, háromszor is olimpiai bajnok és Európa profi bajnok. Plusz Cipruson volt 10 napig az Andris melegbe, jó időbe, tengerparton, és maximálisan végre lett vele hajtatva minden olyan feladat, ami ehhez szükséges, hogy megnyerje most a mérkőzést. Ez első ilyen nagyon nagy szabású profi mérkőzés itt a Hilton szállóban. Mennyire fontos? Mekkora a tét? A tét az nagy, mert hát tulajdonképpen most mérkőzik először a magyar bajnoki címmeccsért, és hát jó lenne jó bemutatkozni a magyar közönségnek ilyen szép körülmények között, és talán a szponzorok is jobban odafigyelnek erre, hogy ez egy nagyon jó reklám lenne a profi boxnak, ha sikerülne szépen boxon és sikerülne az egész rendezvény. Nagyon izgulok és nagyon drukkolok neki.
Biztos, hogy sikerülni fog. Szereti a boxot? Hát ezt nem lehet szeretni, ezt nézni kell. Én szeretem az a körvívást, és nagyon várom, hogy jól szerepeljünk. Én öröknek, hogy Magyarország is megjelent. Ez az első alkalom, hogy itt láthatjuk. Hollandiában ez már szokás, hogy egy nagyon előkelő helyen egy profi versenyt. És én bízok benne, hogy ez fejlődni fog, és a jövőben sokkal több alkalom lesz rá. És én azt hiszem, hogy Gálfi András egy nagyon tehetséges fiú. Mi látunk fantáziát benne, és ezért támogatjuk. Milyen terveid vannak Andrással? A világbajnoki döntő, természetesen. Sajnos ezúttal kameránk a mérkőzésre nem juthatott be, testőrfalakba ütközött.